Orbán Viktornak nem volt igaza, mégis van Európai Uniós segítség a bajban, állítja Cseh Katalin. A Momentum EP képviselője szerint ezt bizonyítja, hogy Magyarország csatlakozott az uniós munkahelyvédelmi programhoz, holott korábban a miniszterelnök azt mondta, egy fillért sem lát az EU-s pénzekből. Cseh Katalint kérdezzük. Akit Skype-on hívtunk, és akinek jó estét kívánok. Momentum EP képviselője. Skype-on azért tudjuk most is csak hívni, ugye, mert változatlanul orvosként is, vagy orvosként dolgozik leginkább, és hát ilyen módon meg kell fontolnia, gondolnia, hogy kikkel és hogyan találkozik. Jól mondom? Igen, valóban a járvány megkezdése óta én heti egy-két alkalommal 12 órás műszakban dolgozom egy budapesti kórház sürgősségi osztályán, legkorábban 2 nap múlva lesz a következő műszakom, szóval hát igen, meg kell tartanom a biztonságos távolságot, de hát cserébe tényleg tudom szolgálni a hazámat ebben a nehéz időben orvosként is, ez lelkileg nagyon sokat jelent számomra. Jól teszi, és köszönjük valamennyi egészségügyi dolgozónak, önnek is. Viszont amiért hívtuk és amiről beszélgetünk, az az, amit itt a Facebook posztjában is megemlített, mégpedig, hogy Orbán Viktorral szemben van egy bizonyíték arra, hogy az Európai Unió mégiscsak ad pénzt, de igazából még az összeget, magát a pénzt nem látjuk, csak azt, hogy Magyarország csatlakozott egy programhoz. Ez még nem pénz. Hát szerintem arról kell itt most beszélni, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag a válság kitörése óta arról beszél, hogy az Európai Unió oldaláról semmilyen segítség nem érkezik, nincsenek Európai Uniós programok, nincsen semmilyen jellegű támogatás nyugatról, és ugye ezt párhuzamba állítja azzal a hamis narratívával, miszerint onnan csak az ő kormányzását piszkálják szerinte indokolatlanul, szerintem viszont nagyon indokoltan. És hát ugye a még nagyobb probléma az az, hogy ezzel párhuzamosan meg teljesen kiszolgáltat minket mindenféle gyanús keleti autokráciáknak. Hallottam az előző beszélgetésben a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ugye ezen a vasútnak a finanszírozása szerintem legalábbis kérdéses egy ilyen gazdaságilag válságos időszakban. Szóval ez egész hamis narratíva és hazug párhuzam, amit hónapok óta hallgatunk, ez tényleg akkor dőlt meg, amikor ő a saját kezű aláírásával a magyar közlönyben nyilvánosságra hozta azt, hogy igen, Magyarország is valóban csatlakozik ahhoz az Európai Uniós munkahelyvédelmi támogatáshoz, amit ő korábban le is tagadott, hogy létezik. Na most az, hogy ez a pénz mikor érkezik meg, ez valószínűleg hetek kérdése, ez az alap április elején állt fel, és azóta is folyamatosan dolgoznak azon az európai döntéshozók, hogy minél jobban tudják segíteni közös kockázatvállalással azokat az országokat, akik bajba kerültek. Ez pénz, vagy milyen alapon ítélik meg? Mennyit kapott Magyarország, és ki és milyen módon dönt arról, hogy mennyi jár neki? Ha jár egyáltalán, ha így számolják el. Ugye ez egy közös hitelgarancia keret, ami nagyjából arról szól, hogy az európai tagországok közösen garantálják a fedezetét annak a pénzösszegnek, amit munkahelyvédelemre lehet fordítani. Ugye ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy azok az országok, akiknek kevesebb a költségvetési mozgásterük, vagy adott esetben nagyobb bajba kerültek a járvány miatt, azok sokkal olcsóbban tudnak így pénzhez jutni, mint hogyha ők egyedül pályáznának piaci alapon támogatásra, vagy hogy a saját maguknak kellene ezt finanszírozniuk. Ugye az előző vendég szavaiból hallottam, hogy Magyarországon is nagyon komoly kérdés az, hogy a hitelminősítők besorolása hogyan változik adott esetben a járvány hatásainak kezelése miatt, és pont ezeket a kockázatokat lehet elkerülni azzal, hogy egymásra támaszkodunk, nem csak külön-külön próbálunk küzdeni az elemekkel, hanem egy európai egységként egy hálót vonunk mindenki köré, aki bajba került. Na most, hogy ez mennyi pénz, ez több mint 100 milliárd euró értékű pénz, amit a tagországok garantálnak. Az, hogy Magyarország mennyit kap, ez annak is a függvénye, hogy mire pályázott, ugye ennek a részletei még nem ismertek, de ezt rászorultsági alapon ítélik meg, és hát sajnos úgy látom, hogy a kormány elégtelen válságkezelése miatt a munkahelyvédelemben nagyon sok rászoruló keletkezett az elmúlt hónapok során, talán több is, mint ami egy
komolyabb kormányzati áldozatvállalás után lett volna. Ugye 100 000 ember veszítette el a munkáját, ez egy tragikusan nagy szám, és hogyha nekik tudunk segíteni az Európai Unió támogatásával, az szerintem minden magyarnak a közös ünnepe lesz. Ez egészen biztos. Egészségügyi kérdésről faggathatom, vagy most nem, hogy éppen orvosként működik? Hogy van ez most? Arra gondolok, hogy Kásler miniszter úr érdemei történelmiek, mondta Orbán Viktor. Ezt az egészségügyben dolgozók olyan nagyon nem, hogy legalábbis egy részük biztosan nem értékeli ugyanígy, mert ennek hangot is adtak néhányan. Ön hogy gondolja? Hát Kásler miniszter úr érdemei valóban történelmiek. Ez egy történelmi szégyen. Történelmi szégyen az, hogy több ezer, akár 10 000-es nagyságrendben is van azoknak a betegeknek a száma, akik ápolásra szorulnának, de hazaküldték őket a kórházakból. Azok az emberek, akik azért halnak most meg, mert adott esetben nem férnek hozzá a kemoterápiához rákos betegként, vagy súlyos ápolásra szoruló páciensek, akik nem tudnak megfelelően rehabilitálódni, az ő életük, az ő sorsuk, az ő elrontott életminőségük mind-mind Kásler Miklós lelkén száradnak. De és ez egy egésznek felháborító. Tudom, hogy értesültek. Kásler Miklós adott egy hosszú nyilatkozatot a saját kamerájának, ha úgy tetszik, amelyben azt mondta, hogy az orvosok felesküdtek, és az orvosok a saját felelősségük alapján küldhették el a betegeket, vagy tarthatták ott a kórházban. Ehhez neki nincsen köze, mindenki maga döntött. De hát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy szemenszedett hazugság. Kásler Miklós maga adta ki azt a rendeletet a saját hatáskörében, ami alapján ezt a döntést meg kellett hozni. Mindannyian emlékszünk azoknak az orvosigazgatóknak az esetére, akiket azért bocsátottak el, mert nem akarták végrehajtani Kásler Miklósnak a határozatát. Mindannyian emlékszünk arra, hogy mi történt az Óriban, amikor egy orvosnak feltámadt a lelkiismerete, és nem akarta hazaküldeni a rehabilitációra szoruló súlyos betegeket, akkor az lett a következménye, hogy a NER elvette tőle az állását, és az egész karrierjét összedöntötte, csak azért, mert jó ember volt. Hát úgy látszik, szelektív az emlékezet. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra. Nagyon szépen köszönöm.